Köszöntöm a Duett nézőit, és tisztelettel köszöntöm Gálszécsi András miniszter urat, az Antal kormány titkosszolgálati miniszterét. Köszönöm, hogy elfogadta a televíziónk meghívását. Jó napot kívánok önnek is, a nézőknek is. Miniszter úr, ön ne vegyez okon, azt mondom, hogy az utóbbi időben divatba jött a rádiók stúdióiban, televíziós stúdiókban, hiszen a 2010 előtti 8 év bőven tett fel olyan kérdéseket, amelyeket az ön szakértelmével kívántak megválaszolni a rádiók, televíziók, és még az újságokat is hozzátenném. Mielőtt ezekről a fajsúlyos kérdésekről beszélgetnénk, nem emlékszem arra, hogy volt olyan interjú, lehet, hogy ez persze az én hibám, ahol ön arról mesélt volna, hogy miként került annak idején a politika közelébe. Én, ha jól emlékszem, akkor ön Pécset, vagy a városi, vagy a megyei tanácson dolgozott, magyarán tanácsi hivatalnok volt. Mégis elkövetkezett 89 a rendszerváltás ideje, hogy került ön képbe? Hát ugye az én életutam elég hosszú, miután 80. évenben vagyok. Ez egy kicsit korábban kezdődött, mint a megyei tanács. Ugye én Mohácson gyerekeskedtem, ott éltünk a szüleimmel egy normális középosztálybeli családként, és 1950-ben a Rákosi rendszer valamiért úgy döntött, hogy mi nem vagyunk elég megbízhatóak, és ezért elvittek bennünket a Hortobágyra egy ilyen kényszermunkatáborba. Engem akkor a 17. évemben voltam, és 3,5 évig, 42 hónapig élveztük a vendégszerepetét egy birkahodálynak ott a Hortobágyon, de ott dolgoztunk. A első Nagy Imre kormány szüntette meg az internáló táborokat, és bennünket akkor szabadon engedtek. Akkor én pont 20 éves voltam, és ennek következtében rögtön behívtak munkaszolgálatos katonának. Tehát még két további évig munkaszolgálatos katona voltam, és 1956. januárjában kezdtem el dolgozni fizikai munkásként Pécset, az akkor beton útépítőnek nevezett cégnél, ami tulajdonképpen az uránbányát jelképezte. Tehát mondhatom, hogy 1956-ig volt módja megutálni kellően a kommunista rendszert. Igen, csak én nem vagyok egy gyűlölködő alkat, és éppen ezért én úgy vettem, hogy hát a sors így akarta, vagy az Úristen úgy akarta, akinek melyik megoldás tetszik. Úgyhogy amikor Pécsre kerültem, és hívtak a Pécsi Dózsába kézilabdázni, akkor én tudván, hogy ez a rendőrségnek a sportegyesülete, habozás nélkül elfogadtam. Úgyhogy én dózsás voltam hosszú évekig, egészen, sőt, még a Dózsa sportirodáján is dolgoztam, mikor már kiöregettem időzőjelben a sportból. Milyen poszton játszott? Jobbátlövő, balkezes vagyok, jobbátlövő. Dózsa az jó volt Pécset, úgy emlékszem. Hát akkor mi NB1-es csapat voltunk, kérem szépen. NB1-be, NB1-be játszottunk, olyan középcsapatként, a 12-ből olyan 7., 8., 9. helyen álltunk mindig. De én nagyon jó társaság volt, és én nagyon szerettem ezt az egész társaságot, ami akkor összejött, főként tanítóképzős, végzős tanítóképzős srácok voltak, akkor nálam lényegesen fiatalabbak, de egy katona Sándor nevű rendőrtiszt volt, aki engem, hogy úgy milyen felfedezett, hogy egyáltalán Pécset vagyok. Katona Sanyi meghalt már, szegény Isten nyugosztalja őt. Gyerekként nagyon sokat volt nyáron a mi mohácsi majorságunkban, mert az édesapja, a nagybátyja gépész volt ott a majorban, és ő ott töltött sok időt nyaranként, gyerekként, és onnan ismert engem. És megismert Pécset, mikor 56 tavaszán én ott lődörögtem a Király utcába, és megkérdezte, mit csinálok, mondtam, hogy sportolok, mondtam, igen, és hogy hát akkor jöjjek a Dózsába. Így kerültem én a Pécsi Dózsába. És onnan, a sporti irodából kerültem 65 őszén talán a megyei tanács munkaügyi osztályára. Akkor már jártam a jogi egyetemre. Az életrajzom alapján alig ha vettek volna föl, de a
sportegyesület elnöke, a dr. Nemes Alajos rendőrezredes, aki a megyei főkapitány volt, az adott egy ajánló levelet, hogy és én hát egy mint nagy, nagyon rendes szava. Gyerek vagyok, ugye? Jó sportoló, és az életrajzom ellenére ez a levél, ez a kísérő levél, ez elég nyomatékos volt ahhoz, hogy fölvegyenek esti tagozatra dolgozók. Uh-huh. Így végeztem el egyébként a gimnáziumot is, akkor, mikor még az építőipari vállalatnál dolgoztam, mert ugye elsőből vittek el, tehát közben le kellett érettségiznem valahogy. Uh-huh. Úgyhogy így kerültem én a megyei tanácshoz, ahol Palkó elvtárs egy év múlva felfedezte, hogy ő volt a megyei tanács elnöke. Ő volt a megyei tanács elnöke, és egyben az Atya Úristen első helyettese Baranya megyében, mert nem csak a megyei tanács elnöke volt, hanem központi bizottsági tag is volt egy ideig, azon kívül ő volt a megyei képviselőcsoportnak az elnöke, természetesen országgyűlési képviselő volt, és minden, ami ebben együtt jár. Tegyük hozzá, hogy orfű felfedezője, megalkotója minden. Így van, és annak az egyébként talán ez volt az egyetlen olyan. Ritka erényeinek egyike volt, hogy a orfű tavat ő hozta létre. Abban az egy évben, amikor a megyei tanácsnál dolgoztam, én is lapátoltam ott társadalmi munkában, mert ez szinte kötelessége volt a tanácsi dolgozóknak, hogy nyaranként ebben részt vegyenek. Jó, de az én esetemben az a lényeg, hogy folyosón egyszer meglátott engem, és megismert, hogy hogyan, miért, nem tudom, nem hiszem, hát hogy kézilabda meccseken nagyon sűrűn járt volna, de a lényeg az, hogy megismert, bement a személyzeti osztályra, és azt mondta, hogy mit keres itt a Gászécsi ügyfél, vagy itt dolgozik. Mondták, hogy most egy éve már itt dolgozik, mivel behívta az osztályvezetőt, akit nagyon keményen leszidott, hogy hogy kerülhetett erre sor, hogy egy Gászécsi Baranya megyében a megyei tanács dolgozója legyen, és engem azonnali hatállyal ki kell rúgni. Mm-hmm. Ez volt a konklúziója a beszélgetésnek. Hát akkor nagyon csecsemő volt a lányom, szegény Károly, aki akkor az osztályvezető volt, próbált valami eredményt elérni, odáig jutott, hogy jó, január 1-ig maradhatok. Ez a vége, és akkor az a deadline. Közben lejött Budapestről a megyei tanács instruktora a munkaügyi minisztériumból, aki egy hozzánk hasonló korú jogász fiú volt, dr. Mátyás Pálnak hívták, máig is hálás vagyok neki, később még találkozott az életünk, később, jóval később, aki meghalva a történetet, visszament Pestre, és fölhívott bennünket két-három nap múlva, hogy a Fővárosi Tanács munkaügyi főosztályán megőrül egy jogi előadói hely, és hogyha én vállalom, hogy följövök Budapestre dolgozni, akkor ő elintézi, hogy engem áthelyezéssel a megyei tanácstól a fővárosi tanácshoz áthelyezzenek. Nem tudom, így történt-e, de ez minden esetben nagy pofon lehetett Palkó hát Sándor nem megyei tanácsának. Gondolom, Palkó Eftes nem örült ennek. Igen. Nagyon szegény, de sikerült megoldani. Abban a biztos tudatban, hogy Pécset normális állást pont Palkó elvtárs miatt nem fogok kapni, boldogan belementem ebbe, így kerültünk föl Budapestre. Aztán az életpályám úgy alakult, hogy mindig mentem egy fél lépéssel oldalt és följebb. A fővárosi tanácsnál főelőadó voltam, utána az országos tervhivatalban összefoglaló referens, aztán a központi statisztikai hivatalban a titkárság vezetője, aztán az állami népességnyilvántartó hivatalban a tanácsi főosztály vezetője. Tehát így másztam mindig fölfelé. És akkor lassan és a végén már kikötöttem 1981. Már alakulgat az MDF, vagy még nem? Még nem. Hol vagyunk még? Lakitelektől. Igen. Meg én nem is voltam soha az MDF tagja. Semmilyen. Én életem folyamán soha, semmikor, semmilyen pártnak nem voltam a tagja, és soha, semmikor, egyetlen kormánytól semmiféle kitüntetést nem kaptam. Így éltem le az életemet. Egész jól. Lehet, hogy most egész jól megvoltam. Mind a kettő nélkül meg kell, hogy mondjam. A pártok nélkül is, meg a kitüntetések nélkül is. Na, a lényeg az, hogy 81-ben a Szemmelweis Tudományi Egyetemre kerültem gazdasági főigazgató helyettesnek, aki a munkaügyi bérgazdálkodásért, szociális ellátásért felelős főigazgató helyettes, és ott dolgoztam majdnem kerek 10 évig a rendszerváltozásig. Igen, azt hiszem, akkor most már kedves nézőink is gondolják,
azt a bizonyos kapcsolatot a leendő miniszterelnök úrral. Ami, ugye? Ami nem igaz. Na, akkor jól orientálom a nézőket. Szegény Antal Jóskával én soha az életben nem találkoztam. A Semmelweis Orvostudományi, vagy Orvosi Múzeum, Orvostörténeti Múzeumnak volt a főigazgatója, én meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dolgoztam. De a kettő azért nem volt teljesen függő. Viszont nagyon jó barátom lett ott a közel 10 év alatt az egyetem főtitkára. Aki, hát ugye természetesen pártag volt, de azért volt egy kis vonatkozása mifelénk is, miután az, a felesége, az szintén 3 évet töltött egy szüleivel egy holtobágyi kényszermunkatáborba, és azért gondolom többek közt ezért is sokan szemezett velem. Persze. Jogász kolléga igen. volt, tehát jó barátok voltunk. Sőt, a rendszerváltozás, mint utóbb kiderült, Boros Péter nagyon jó barátja, egyetemi évfolyamtársa, csoporttársa volt, és a Péter megkérdezte egyszer tőle, hogy nem tud-e valakit, akit nagyon kéne egy titkárságvezető. Aki nem volt pártag, jogász van, közigazgatási gyakorlata. Nem kapott még kitüntetést? Nem, az nem volt a feltétel, az volt még egy feltétel, hogy tudjon kísérvillával egyetlenni, és nem nagy baj, hogyha valamilyen idegen nyelven beszél. És akkor áthívott engem a kollégám, és mondta, hogy hívjam fel a Boros Pétert. Mondtam, miért hívjam én fel a Boros Pétert? Azt mondta, elmondta, hogy miért hívjam föl, én meg kíváncsi lettem. Egész egyszerűen. Már csak ilyen az emberi tulajdonság. Kíváncsi lettem, fölhívtam, megbeszéltünk egy találkozót, és a Péternek annyira szugesztív az egyénisége, annyira kellemes egyéniségű ember így a hétköznapi életben, egy anekdótázó, kedves, kellemes úr, hogy fél órás beszélgetés után én igen mondtam neki. És így lettem én a titkárság vezetője a Boros Péternek, aki akkor még államtitkár volt, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár, de mondta, hogy ez körülbelül 1 hónap, még belőle miniszter lesz, mert az SZDSZ keményen megtámadta a miniszterelnök urat, hogy saját kezébe veszi egy államtitkáron keresztül a titkosszolgálatok irányítását, és ezért az átidaló megoldás, hogy a Péterből miniszter lesz. Na így lettem én egy miniszternek a titkárság vezetője, egészen decemberig, 1990 decemberig, ugye közben lezajlott a taxisztrájk, ami hát azért elég kellemetlen volt a kormánynak, meg az akkori belügyminiszternek, szegény Horváth Balázsnak is, aki már szintén meghalt, szegény nyugodt az Úristen. És egyszer miniszterelnök úrnál volt a Boros Péter, visszajött, bejött engem, és mondta, hogy hát átalakítja a kormányt a miniszterelnök úr. Ez úgy 14. december közepén volt, de 14-én, 15-én, és ő lesz a belügyminiszter. És mondtam, hogy hát akkor én gondolom, megyek veled a titkárságra. Azt mondta, hogy nem, mert te leszel a miniszter. Én leültem a mellettem lévő karosszéknek a támlájára, bevallom férfiasan, ez ennyire váratlan volt, és nem is nagyon lelkesedtem az ötletére, ez most nagy képviségnek hangzik, hogy valaki nem akar miniszter lenni. Szerintem ezt sokan elhiszik önnek. De talán nekem elhihetik, hogy én nem törtem össze. A következő ciklusból lehetett látni, hogy én nem törtem össze a kezemet, lábamat azért, hogy miniszter legyek. Hát én álltam föl ebből a székből 14 hónap múlva, amikor kicsit túl sok lett a politika az én munkakörömbe is. Hát így lett belőlem miniszter, 90. december 21-én letettem a miniszteri esküt, és így lettem az Antal kormány miniszter. Én bevallom őszintén, nagyon sokáig és nagyon szívesen hallgatnám az ön történetét, élettörténetét, de rápillantva az órámra, most már olyan vizekre kell eveznünk, ami már nem ennyire kedélyes beszélgetést feltételez, ám bárki tudja. Miniszter úr, ebben az évben, áprilisban fény derült egy meglehetősen furcsa történetre. Bizonyos hangfelvételek kerültek elő, ahol egy meglehetősen magasan jegyzett, gyanúsított bizonyos Portik Tamás találkozott Labort Sándorral, az akkori titkosszolgálati vezetővel,
amit hát nem csak ennyire hozzáértők, mint ön, hanem azt hiszem az egyszerű laikusok is páratlannak neveztek és nevezhettek. Igen, ezt ugyan a szocialista párti politikusok később úgy magyarázták, hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, de hát meg kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem volt egy teljesen természetes dolog. Ugye a történet az úgy kezdődött, hogy a Politik Tamás jelentkezett egy közös ismerős évén az akkori titkosszolgálatokat felügyelő miniszternél, hogy ő szeretne bizonyos dolgokról beszélni. Bizonyos Szilvási György volt akkor. Igen, Szilvási György volt, hogy ő szeretne valakivel beszélni, mert egyrészt ő fél attól, hogy egy kormányváltozás nyomán neki mindenféle baja lehet, másrészt pedig ő tud segíteni a szocialista pártnak abban, hogy ez a veszély elmúljon, uh-huh. hogy megnyerjék a választásokat. Uh-huh. Szilvási úr, gondolom, teljesen természetes módon fölhívta a Labolcs urat, aki a főigazgatója volt akkor a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, amit most Alkotmányvédelmi Hivatalnak hívnak. Ideig még nagy baj nem történt. Eddig semmi az ég a világon, és mondta, hogy valaki hallgassa meg a Politik Tamást. Na most ilyenkor az a szokás titkos szolgálatoknál. Mm-hmm. És itt kezd természetellenessé válni a történet, hogy a főigazgató kiadja valamelyik osztályon, hogy egy operatív tiszt hívja fel ezt az urat, beszéljen meg vele egy találkozót, hallgassa meg, hogy mit óhajt, és készítsen róla egy jelentést. Ez a normális út. Igen. Aztán, hogyha tényleg értékes információk, vagy egy komolyan vehető ajánlat van ebbe a beszélgetésbe, akkor a következő lépés az, hogy a közbülső főnök, aki már tudja értékelni ezeknek a jelentőségét, mondjuk az osztályvezető, vagy egy főcsoportvezető, szintén beszélget ebben az úrral. És aztán készül még egy jelentés, ugye ez is egy hivatal, szépen lassabban mennek a dolgok. Most eljött, Labolcs úr úgy döntött valamilyen általam ismeretlen oknál fogva, lehet, hogy azért, hogy a miniszterének a kedvében járjon, nem tudom, az is elképzelhető. Hát, vagy a miniszterek kérte, ami még ugye nem derült. Miniszterek kérte, hát igen. Esetleg úgy gondolta, hogy akkor ő saját kezébe veszi az ügyet, és meghívta egy ebédre a Vadrózsai étteremben a Politik urat, ami egy elég exkluzív és elég drága hely. És ott megebédeltek négyen. A Politik Tamás az az úr, aki összehozta ezt az egész találkozót, aki a miniszter úrhoz bement és elmondta, hogy szeretne uh-huh. Politik Tamás beszélni. A Labolcs úr és egy általa nagyon bizalmasnak tartott közvetlen beosztottja egy igazgatóságnak a vezetője. Megebédeltek, és a... Ki fizette ki a számlát? A Nemzetbiztonsági Hivatal fizette ki természetesen a számlát, ami potom 40 ezer forint uh-huh. volt. Hát ebből látszik, hogy vagy nagyon sokat ebédeltek, vagy nagyon drága a Vadrózsa, ezt én nem igen. tudom, mert én életemben de a Politik is kifizethette volna, ha igazak azok az információk. Igen, de nem ő fizette, nem. Hanem most ez az a számla volt az, ami tulajdonképpen az egész ügyet nyilvánossá tette, hogy úgy mondjam, mert ez a főigazgatóság vezető, főosztályvezető, nem tudom, ez az Alezred, és benyújtotta ugye a számlát kifizetésre, ami nem volt más, csak annyi, hogy négy ebéd, és a főigazgató aláírása, hogy kifizethető. De nem volt mellette semmilyen belég. Aha. Papír, bármi, semmi, hogy a pénztáros nem tehetett más, természetesen kifizette, lerakta, változott a főigazgató személye, és jött egy revizor, aki kezdte keresni, hogy hol a számla. Hol vannak ezek a jó étvágyú emberek, ugye? Meg miért történt ez az egész, persze. És hol van ennek valamilyen háttérdokumentációja, azon aha. kívül, hogy a főigazgató ezt állítja. Volt rajta egy iktatószám, utána jártak az iktatószámnak, és találtak egy borítékot, amiben volt két hangfelvétel, ilyen kis kerek valami. Ugye ma már modellnek is kicsik ezek a hangfelvételi berendezések. És mikor ő elküldte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak, hogy valaki írja le, hogy mi van ezeken a hangfelvételeken,
Akkor kiderült, hogy ez két beszélgetés, az egyik ez a bizonyos vadózsabeli, a másik egy három nappal későbbi, amit egy Menza nevű étteremben itt a Jókai téren bonyolítottak le. És ez a két beszélgetés volt az, amit ennek a másolatát aztán elküldtél az illetékes főigazgató a belügyminiszter úrnak, ő pedig továbbította a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának, ahova meghívták a Labolcz urat, nekik már a kezükben volt a leírt beszélgetés. Igen. És a Labolcz úr ezt az egészet szemreben és nélküle tagadta. És hát akkor volt kénytelen beszélni róla, amikor az orra alá tették, hogy hát nem mondja, hogy nem találkozott ő ebből a politik nevű emberrel, mert itt van a két beszélgetésnek a hanganyaga, le van írva. Na most akkor a következő lépés adó, hogy mennyit lehet ebből nyilvánosságra hozni, mert ugye a parlament az ellenzéki képviselők, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai elkezdték forszírozni, hogy nyilvánosságra kell hozni ezt a két beszélgetést. Na de hát ez szigorúan titkos, illetve nem, ennek egy enyhébb fokozata volt, a bizalmas fokozata volt ennek a két beszélgetésnek, tehát a titokgazda engedélye nélkül nem lehetett nyilvánosságra hozni, a titokgazda pedig a Nemzetbiztonsági, most már Alkotmányvédelmi Hivatal jelenlegi főigazgatója volt a miniszter úr. Ön, ha én jól emlékszem, egy korábbi interjújára valamikor május elején, akkor ön úgy, legalábbis emlékezetem szerint azt mondta, hogy a minősítéssel nem ért egyet, mert ez kimeríti a hazaárulás fogalmát. Ez nem az. Ez nem ez az ügy. Ez nem az az ügy, akkor egy másikról beszéltünk? Nem, ez az a bizonyos kémkedési ügy, ami most szintén fut, amikor külföldi állampolgárokat bevittek a Nemzetbiztonsági Hivatalba, hogy hazugságvizsgáló berendezéssel. Úgy van, ez saját a bizonyos bolgár. A bolgárnak nevezett, valójában orosz. Valójában orosz, KGB-s. Ezt rövid, ez áron, ha megengedi, akkor a belügyminiszter úr megtisztelt arról, hogy felkért, hogy egy bizottságot, szakmai bizottságot vezessek, amelyik megvizsgálja a két beszélgetést, és eldönti, hogy mi az, ami ebből nyilvánosságra hozható, vagy nem. Mi ezt meghallgattuk, három délelőttől töltöttünk az Alkotmányvédelmi Hivatalban, szakemberek, magasrangú rendőrtisztek voltak a bizottság tagjai, és úgy döntöttünk, hogy amennyiben a neveket személyiségi jogi okokra hivatkozva kitörlik, akkor nyilvánosságra lehet hozni. Ez meg is történt. Igen. Ennek nyomán létrejött egy bizottság, egy albizottság a Mile Lajos képviselő úrnak a vezetésével. Amely bizottság most tartott a beszélgetésünk előtt az első meghallgatást. Hogy azt bogozgatja, hogy ennek a két beszélgetésnek mi lehetett a háttere, és vissza lehet-e utalni azokra az olajbűnözői ügyekre, amiben a politik meggazdagodott annak idején, és megszökött akkor az igazságszolgáltatás elől, és külföldön tartózkodott, amíg el nem évült. Most Mille képviselő úgy nyilatkozott, hogy az első két meghallgatás megtörtént, két szakembert hallgattak meg, de nem nevezi meg a két szakembert. Egyetért ön ezzel? Hogy igen, nem én teljes mértékben egyetértek, mert ez a két szakember nyilvánvalóan az Alkotmányvédelmi Hivatal két jelenleg hivatalban lévő tisztje, akik ennek a körülményeit ismerik, elmondhatták a körülményeket, de ez már nem tartozik szerintem a nagy közönségre, főként az nem, hogy őket hogy hívják. Persze. A bizottságnak a mandátumát most meghosszabbították egy legutóbbi hír szerint valamikor decemberig, és csak évvégéig kell elkészíteniük a jelentést. A jelentésről most azt tudni, hogy amikor a parlamenti képviselők ezzel megismerkednek, hiszen a végső cél ugye ez, hogy a parlament elé tárják, ennek lesznek bizonyos olyan részei, az albizottság elnöke szerint, amelyek nem kerülnek majd nyilvánosságra. Teszem én most fel önnek a kérdést, hogy ez már előre látható, hogy esetleg lesznek olyan részek, amelyeket a köz nem ismerhet ezt meg? Ezt én nem tudom. A beszélgetés, mind a két beszélgetés nyilvánosságra került. Ebben a két beszélgetésben soha nem, egyetlen másodpercig nem volt szó olyasmiről, ami visszautalna az Energol ügyre és az olajhamisítási, meg fekete kereskedelemre. Tehát azt én nem tudom, hogy miből gondolja Mille úr, a képviselő úr, hogy ez visszahat.
esetleg azokra a beszélgetésekre, amelyeket utána, mikor meghallgatták ezeket a titkosszolgálati tiszteket, ott elhangozhatott volna valami. Vagy ilyen, hogy esetleg továbbélő módszerek, amik sérthetnek bizonyos mai titkosszolgálati érdeket. Már nagyobb szerepet játszik a politika. Mind a szakma. Annál is inkább meg akarják most hallgatni ugye a bizottságban a Gyurcsány miniszterelnököt, az akkori miniszterelnököt, akkor a Szilvásit, meg a Laborcot is. Gondolom még egyszer a Laborcot, most már ennek a fényében. Tehát, a politikai szál meglehetősen erősen, ennek a fényében. Igen. De hogy ez annyira visszanyúlik el, azt én nem tudom. Egy összefüggés lehet, hogy a politik Tamás ebből szerezte a vagyonát. És ő tulajdonképpen a beszélgetés során azt ajánlotta föl, hogy abban tud segíteni a szocialista pártnak, hogy a választásokat ismét megnyerje, hogy a rendelkezésére álló internetes fórumokon, amelyik állítása szerint több millió ember néz, eljuttatja tulajdonképpen a szocialista párt politikájára, a választási propagandájára vonatkozó anyagokat. A másik pedig, hogy megpróbál lehetetlen helyzetbe hozni akkor ellenzéki, tehát igen, fideszes igen, politikusokat, azért, mert neki érdekeltségei vannak nyilvános házakban, amelyek be vannak kamerázva. Tehát ha oda be lehet csalni egy-két fiatalabb, vérmesebb, ifjú ellenzéki politikust, akkor felvételeket lehet készíteni, és kvázi meg lehet zsarolni igen, vele a Fideszt, vagy legalábbis igen, azokat a politikusokat. Hogy most ez összefüggésben van-e a szerzett vagyon forrásával, vagy nincs, azt én megítélni igen, nem tudom. Én soha többet az ügyel nem találkoztam, és őszintén szóval nem is foglalkoztam igen, vele. Én elvállaltam igen, ezt a megbízást, igen, hogy vezetem ezt a bizottságot. A bizottság hozott egy döntést, a belügyminiszter ezt a döntést magáévá tette, a bizottság megkapta az anyagokat. Hogy népiesen fogalmazok, részemről a fátyás menettel. Ebbe az ügybe én már többet igen, nem folytam bele. Minden esetre most azt szeretném, ha visszakanyarodnánk arra az ügyre, amely kapcsán volt szíves engem kijavítani, ami a hazaárulás tényét meríti ki, mert az is egy elég érdekes dolog, ugye, hogy külföldiek hát bejönnek az, Magyarországra. Az, ha lehet, még érdekesebb. Igen. Még érdekesebb. És hogy kutakodnak, hogy ezek az emberek mennyire megbízhatóak, meg hazugságvizsgáló készülékeket. Hát ezt, páratlan ez is. Ezt én először nem akartam elhinni. Ez annyira, ez bele fog kerülni szerintem a nemzetközi titkosszolgálatok történelmébe, mert ilyen szerintem még soha az életben nem fordult elő, hogy titkosszolgálati vezetők, akik nem bíznak meg valamilyen mértékben, egy-két beosztottjukban, kizárólag belpolitikai okok miatt nem bíznak meg bennük. Tehát nem azt hiszik, hogy valamilyen külföldi államnak dolgoznak, vagy korruptak, vagy bűnözők, hanem egyszerűen azzal gyanúsítják őket, hogy az ellenzéki pártnak információkat szolgáltatnak, hogy ezért külföldről behívjanak egy KFT közreműködésével 8 külföldi titkosügynököt, akik ismereteim szerint 2 hetet töltenek az akkori nemzetbiztonsági hivatalba, és összesen 3 embert vizsgálnak meg ezzel a hazugságvizsgálóval. Hogy ezek mit csináltak ott 2 hétig, és milyen lehetőségeik, gazdag lehetőségeik voltak arra, hogy megismerjék a Nemzetbiztonsági Hivatalnak betekintsenek szervezetét, működését, igen, személyi állományát, esetleg ott barátságokat köthessenek. Technikai módszereit akár. Minden ilyesmit, igen, ez példátlan, azt hiszem, a titkosszolgálatok történetében. És én ezért mondtam azt, hogy én úgy gondolom, hogy a felügyelőminiszter és a főigazgató az nem kémkedést követett el, amivel korábban minősítették, mert ők maguk nem kémkedtek. Tehát persze, én úgy gondolom, hogy a törvényi tényállása, a büntető törvénykönyv törvényi tényállása, a kémkedés ebben az esetben, az ő esetükben nem valósult meg. De ehelyett megvalósult szerintem a hazaárulás, amit a törvény szintén tartalmaz, büntetni rendel, és súlyosabban büntet, mint magát a kémkedést. Miniszter úr, még egyetlen témáról szeretnék önnel beszélgetni, arról, hogy a
cigánygyilkosságok ügyében, ahol nem olyan régen megszületett az elsőfokú ítélet, ott is vélnek felfedezni, vagy felfedeztek bizonyos titkos szolgálati szálat. Ez mennyiben felelhet meg ön szerint a valóságnak? Nézze, a titkos szolgálati szál az egyértelmű is egy személyhez köthető, a negyedrendű vádlott, aki gyilkocsi sofőrje volt a gyilkosoknak. Tehát ő, és éppen ezért csak 13 évet nem életfogytiglan kapott. Sorkatona korában vállalkozott, hogy katonai biztonsági hivatalnak az ügynöke lesz. Külföldön is szolgált Koszovóban, és információkat szolgáltatott, gondolom, a saját alakulatának a belső ügyeiről, a katonai biztonsági hivatal egyik összekötő tisztjének, aki a tartó tisztje volt, ezt úgy hívják a szakmában. És amikor kiderült ez a cigánygyilkosság ügy, és ő szintén gyanúsított hír, akkor még csak gyanúsított hírébe került, tehát hogy ő ebben szereplő, akkor megkeresték a katonai biztonsági hivatalt, az illetékes nyomozó szervek, és megérdeklődték, hogy ez az ember kapcsolódik-e a katonai biztonsági hivatalhoz. És ezt letagadták. Olyan választ kapott az ügyészség, hogy nem ügynök, nincs semmilyen kapcsolat. Ez a bizonyos HR nő, aki a tartótisztje volt, ez ezt tagadta. Mint utólag kiderült, nem saját jószántából, hanem utasítással. Na most ugye neki lett volna igazmondási kötelezettsége tulajdonképpen, hogyha őt az ügyészség meghallgatta, de ő nem tehette, mert olyan parancsot kapott, hogy tagadja le. Na most a jelenleg azt vizsgálják majd, gondolom, hogy ez a parancs kitől származott. Az akkori főigazgatótól, vagy a műveleti igazgatótól, mert ez a két személy került most a figyelem középpontjába, hogy úgy mondjam, a Kovácsis Ferenc nevű altábornagy, aki akkor a főigazgatója volt, és egy nyugalmazott tábornok, aki akkor a műveleti igazgató volt. És most azt vizsgálják majd, hogy volt-e valóban egy ilyen utasítás, vagy pedig nem, és ha igen, akkor kiadta ki. Igen. Ugye ennek kéne, hogy írásos nyoma legyen, mert hogyha valakit törvényszegésre utasít a főnöke, ez még a polgári életben is így van, nem csak a katonáknál, akkor ő kérheti ennek az utasításnak az írásbeli megerősítését, hogy fedezze magát. És ha megkapja, akkor köteles viszont végrehajtani. Amennyiben ez tisztázódik, a negyedrendű vádlott esetében, akit ugye elsőfokon 13 évre ítéltek, hozhat-e valami változást? Szerintem nem. Nem, hiszen őt nem azért ítélték el, mert ő katonai biztonsági hivatal ügynöke volt, hanem azért, mert gépkocsi vezetője volt két vagy három esetben azoknak az embereknek, akik gyilkoltak. Ő ezért kapta a büntetést, az ő esete tiszta. A másik ügy lehet az érdekes, hogy büntetőjogi, erkölcsi vagy szakmai felelősséggel tartoznak azok, akik valamilyen valós vagy vélt érdek következtében olyan utasítást adtak a tartótisztnek, hogy ne mondjon igazat, hanem tagadja le az ügyet. Hasonlóan az előbbi ügyhöz, ebben a kérdésben is egy albizottság, parlamenti albizottság alakul, legalábbis Mille képviselő úr szerint, amely bizottság ugye nyomozati jogkörrel nem rendelkezik, hanem olyan vizsgálódásokat folytathat, mint a korábbiban. Igen, hát nézze, ez már nyilvánvalóan a politikai szál és a politikai szféra, nem a szakmai. Igen. Mert a szakmai az a Hende Csaba miniszter úrra tartozik, ez a politikai része. Én megértem, hogy a választásokhoz közeledve minden politikus igyekszik minél többször közszerepelni, hogy úgy mondjam. Azt nem merem mondani, hogy celeb szerepre törekszik, mert az egy kicsit rossz ízű. Az egy kicsit rossz ízű és igen, más igen, kategória. Igen. De hogy sokat szeret szerepelni a médiában, ez teljesen nyilvánvaló. Mille képviselő, független képviselő
nála talán ez kevésbé érdekes, mert nem valószínű, hogy őt ő a képviselő lesz 2014 után, de a bizottság tagjai, akik valamilyen pártnak a képviseletében vannak a bizottságban, azoknak ez lehet érdeke, hogy ez még sokáig forogjon a médiában. Miniszter úr, nekem most már nincs más feladatom, mint hogy megköszönjem részvételét ebben a műsorban, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ha esetleg ennek a három ügynek kezdenek már úgy kibontakozni a szálai, hogy ön is érdemesnek tartja egy ilyen maihoz hasonló beszélgetésre, akkor kérem, hogy jöjjön el újra hozzánk. Kérem szépen, akkor majd szól nekem. Így van, köszönöm szépen. Kérem szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a duettel.